A következő kísérletben a tapadási súrladás és a csúszási súrladás közben fellépő előadásokat fogjuk vizsgálni. Ehhez rendelkezésünkre áll egy téglatestmodell, és vele összekötve egy erőmérő szenzor, amely a mérési adatgyűjtőn keresztül szolgáltatja az adatokat a számítógép USB portjára a mérési adatgyűjtő szoftvernek. Első lépésben be kell állítani a mérési adatgyűjtés tulajdonságait a setup önmagam segítségével. Leleplezzük, hogy rendelkezésre áll a erőmérő szenzor 10 newtonos mérés határral. A következő lépésben a mintavitelezés gyakoriságát lehet beállítani, ez legyen 25 minta per másodperc, és a mérés mindössze 8 másodpercig tartson. Finish nyom gomb benyomásával a mérést beállítottuk, és a run gombra kattintva a mérést elindíthatjuk. Óvatosan megfogom az erőmérő szenzort, és szépen lassan elkezdem húzni az asztal felületén, és a mérésünk eredményét már is megfigyelhetjük a grafikonon. Ha először megnézzük, látható, hogy az erőmérő szenzor 0 nagyságrendet mutat. Ahogy felületre gyakoroltam a szenzorra, elkezdett egyre nagyobb erőt mutatni az erőmérő szenzor. Elérkezett egy maximális értékhez, ami 1,1 és 1,2 newton közötti érték, és utána, amikor elindult hirtelen a test, akkor ez az erőhatás lecsökkent, és egy viszonylag stagnáló értéket mutatott a következő időszakban, amikor egyenletesen húztam tovább. Tehát megállapítható az, hogy csúszás és súrlódáshoz kisebb erőre van szükség, mint a tapadás és csúrlódás leküzdéséhez.